mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Térjetek meg azért, és éljetek. Ezt mondja az Úristen az Ezékiel könyve 18. fejezet 32. verse szerint. Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában. Miért ez a különleges kijelentés? Hát ki gyönyörködik a másik ember elveszésében? Ki gyönyörködik abban, hogy a másik embernek Isten nem adhat majd örök életet, hanem a kárhozat ítéletét kell, hogy adja azoknak, akik nem rendeltetésszerűen élték az életet, akik maguk gyönyörködtek az igazságtalanságban, ahogy később majd Pál magyarázza a Tesszalonika belieknek. Hát miért ez a különleges szóhasználat? Hát ki gyönyörködik a meghaló halálában? Sajnos mi emberek az emberi világban a kár öröm. Az emberi világban a másik ember vádolása, megítélése, vagy éppen az oda kívánása, hát mennyi káromkodás fog rökködni mai nap is, azt nem tudjuk a környezetünkben sem. Én dolgoztam különböző csoportokban, kömüvesek között, festők között, ácsok között, egyszerű, hétköznapi, kétkezi munkás emberek között, de dolgoztam műhelyekben és gyárakban, igazság idény munká dolgoztam értelmiségiek között, ő, hogy ott miféle káromkodások dívottak. Hát az ember oda kívánja a másik embert, mert mi emberek kegyetlenek vagyunk, ridegek vagyunk, sötétek vagyunk. Mi nem bánkódunk a gonosz miatt, mint hogy Istenről olvashattuk Jóel könyvében, Jónás könyvében, hanem mi sokszor gyönyörködünk abban, hogy már gondolatban hova utasíthatjuk a másikat, hogy úgy elképzeljük, hogy mit csinálnánk vele, vagy mit csináljon az élet vele. Ezért van szükség a Bibliában ilyen kilentésekre, hogy én nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Hát én abban gyönyörködöm, hogy élvén éljen az ember. Én mindenkit az örök életre hívtam fel el, az első Timóteus levél második fejezet negyedik versét már hetekkel ezelőtt hangsúlyosan idéztük, hogy az Isten akarat az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson, hát akkor ki nem akarja ezt? Az is biztos, hogy ha az emberek a pokolba kívánják a másik embert, ettől még nem fog a pokolba jutni. Többek között azért semmi nincs is pokol, de a kárhozatra se fog jutni, ami viszont létezik, de a kárhozatra nem más ember vet tégedet, Csak egyedül te magad hogyha te magad nem jól használod ki az életet, ha te magad nem jársz utána a dolgoknak, ha te magad elutasítod Isten minden nap megújuló, mai reggel is megújuló kegyelmét, csak azért veszhetsz el, de ne legyél elveszendő, mert Istenről tudnod kell, hogy ő nem gyönyörködik a meghaló halálában. Isten az életura, Isten abban érdekelt, hogy mindenki élvén éljen, és hogyha valaki őszintén megfordul a gonosz útjairól, és megbánja a tetteit, hát az Isten azt szeretné, hogyha ő meghalna. Egy Jónás azt szerette volna, hogy Ninive akkor is meghal, ha megtér, de Isten nem. Mert beszéltünk már arról, hogy mit jelent Istennél a megbánás. Mit jelent Istennél az, hogy ő megváltoztatja a szándékait, az ember megváltoztatása, és az ember megváltozni akarása, vagy az ember jó döntései nyomán. Mert jegyezzük meg a mai napunkon is, hogy ő Isten, olyan Istenünk van, aki nem gyönyörködik az elveszésben, hanem a felemelkedésben, nem a halálura, hanem az életura. És még fogunk erről beszélni, mert a mindenki mást megítélő ember nagyon sok bajt hoz a világra, nem csak a hétköznapokban, és ma, ha téged megítélnek, föl se vedd, Gondolj Pál kijelentésére, hogy én nem ítéltetem meg magamtól, sem emberi ítéletnaptól, mondja az első Korintus levél negyedik fejezetében, van, aki engem megítél, az Isten az, és az elkövetkezendő napokon szálljunk egy-egy reggeli dicséretet az Isten ítéletére is, mert Isten nem csak kegyelmet adó Isten, hanem Isten a szabadságunkat számon kérő Isten, hogy mit is csináltunk mi ami mi szabadságunkkal, mit is döntöttünk, választottunk az életben, és ő ezért ítélhet meg majd bennünket, mert szabadnak teremtett bennünket, és ő szabatolja legelőször a mi szabadságunkat. Isten azonban nem úgy fog megítélni, hogy attól rettegnünk kellene. A legméltányosabb ítélet lesz az Istené, mert ő nem gyönyörködik a meghaló halálában.